Az előbb a makró kapcsán, és hogy hogyan kell makrók nélkül programozni C++-ban, fölmerült egy kifejezés, ez az inline függvények használata. Erre szeretnék most egy rövidebb kitérőt tenni. Nézzük az alábbi példát. Itt van ez a bizonyos apps függvény. Itt van ez a bizonyos abszolút érték függvény megvalósítása. Ugye ez egy darab egész számot vár paraméterként, és egész számot ad vissza, oly módon, hogy megnézi, hogy amennyiben az a szám, amit megkapott paraméterként, az eleve pozitív szám, úgy visszaadja magát a számot, ellenkező esetben pedig a szám ellentétjét adja vissza. Itt van ez a bizonyos kis apps függvényünk, ez egy aránylag rövid, pici, apró függvény, de nyilván ennek olyan függvényekre is lehet itt gondolni, akinek a törzse sokkal hosszabb, több utasításból áll, és sokkal bonyolultabban határozza meg a visszaadandó végeredmény, mint most ez a pici változata ennek a dolognak. Ezt az apps függvényt mi a programunk szövegében, a main függvényben, ezt akár több helyen is meghívhatjuk. Nézzük, hogy mi történik ilyenkor. Az történik, hogy amikor lefordítja a C ezt a bizonyos forráskódot, akkor ezt a függvényt egyszer lefordítja, és a benne levő utasításokat eltárolja a generált exe fájlban. És amikor mi meghívjuk ezt a függvényt, akkor hát ugye az történik, hogy a függvény hívás pontján, itt ezen a ponton, itt egy ugró utasítás segítségével elugrik erre a bizonyos függvénykódra. Itt végrehajtja magát a függvény törzset, és amikor eléri a függvény végét, akkor visszaugrik a hívás helyére. Tehát ez a függvény hívás, ami itt a program szövegében szerepel, itt csak egy ugró utasítás van, a függvény végén pedig egy visszaugró utasítás van, és úgy térünk vissza a program ezen pontjára. Mindahányszor meghívjuk ezt a függvényt, mindig ugyanezek a lépések hajtódnak végre. Ugró utasítás, függvénytörzs végrehajtása, visszatérés a hívás helyére. Ez azt jelenti, hogy itt a kód az nagyon rövid, hiszen itt egy darab ugró utasítás van, itt meg egy visszatérés van egyébként a függvény végén, tehát így a maga függvény törzse az csak egyszer kerül bele az exébe, és a függvény hívás pedig egy ugró utasításból áll. Azt mondhatnánk, hogy ez a módszer optimális abból a szempontból, hogy az exe lehetőleg ne legyen nagyon hosszú, hiszen a függvénytörzs csak egyszer kerül bele. A végrehajtás azonban nem túlságosan gyorsnak tekinthető. Ez az ugró utasítás ugyanis elég lassú végrehajtású egyébként, tehát a függvény hívás az aránylag költséges technika. El kell ugorni ide, közben el kell tárolni azt, hogy honnan ugortunk erre a függvény belépési pontjára rá, hogy itt a visszatérő ugró utasítás megtalálja ezt a bizonyos helyet a programban, és ide vissza tudjon térni. Közben itt paraméter átadások is vannak, a mínusz 12-t azt át kell adni ennek a függvénynek, hogy az X kezdőértéke ez a mínusz 12 legyen, itt most jelen esetben, stb. Stb. Tehát itt a függvény hívás közben hát aránylag sok adminisztratív lépés történik ahhoz, hogy a függvény jól tudjon működni. Tehát ez kódban rövid, mert a függvénykód csak egyszer kerül bele, viszont végrehajtás szempontjából aránylag lassúnak tekintendő. Amennyiben a maga a függvénykód rövid egyébként, tehát itt most éppen egy utasításból áll, néhány utasításig még egy függvénytörzset a rövidnek tekintünk, akkor azt mondhatjuk, hogy ami itt történik, ugró utasítás plusz a vele kapcsolatos adminisztratív utasítások, ugye ugró utasítás helyének eltárolása, paraméterek átadása a függvény számára, ezek az adminisztratív lépések alkalmasint hosszabbak is lehetnek, mint maga a függvénytörzs. Tehát igazából nem biztos, hogy ezzel itt most rövidebb exit kapunk, mint hogyha itt nem használnánk magát a függvényhívást, hanem itt ezt a kódot, azt itt beszúrnánk ide ezen pozíció helyére, hát alkalmasint most jelen esetben a mínusz 12-re kihegyezve. Hogyha ez a kód itt most konkrétan itt állna, és nem függvényhívás lenne, akkor valószínűleg gyorsabb is lenne a program végrehajtásunk, és nem biztos, hogy a kódunk is hosszabb lenne. Tehát a nagyon rövid kódú függvények hívása és a hívásra járó adminisztráció az sebességben mindenképpen rosszabb, helyfoglalásban meg nem biztos, hogy sokkal rövidebb kódot kapunk. Amennyiben ez így van, tehát ez a gyanú fölmerül bennünk, hogy itt most valójában mi mindkét oldalon veszteséget szenvedünk, akkor térhetünk át az inline függvények használatára. Ez annyit jelent, hogy a függvény elé odaszúrjuk ezt a kis szócskát, hogy inline. Ez azt jelenti, hogy mi továbbra is
úgy teszünk, mintha ezt a függvényt meghívnánk, viszont a C ilyenkor a függvény hívás helyére automatikusan beszúrja a függvény törzsét, nyilván a megfelelő átalakítások elvégzése révén, és pontosan azt az eredményt éri el, amit az előbb itt felírtunk, tehát ilyenkor kimarad az ugró utasítás, meg a visszatérő utasítás, és emiatt nem kerül bele ezek az adminisztrációs lépések is kimaradnak, tehát sokkal gyorsabb lesz a végrehajtás, és a C pedig ügyesen alkalmazza itt a függvény törzset itt ezen a bizonyos függvényhívás helyén, tehát a D változónkban ugyanaz az eredmény kerül bele, mint hogyha ez itt valójában tényleg egy függvény lenne, vagy függvényhívás lenne a háttérben, ezt mi elvileg nem vesszük észre, mégis a programunk végrehajtása elvileg gyorsabb is lesz, és a programkódunk sem lesz feltétlenül hosszabb, mint hogyha itt tényleg függvényhívás és a vele kapcsolatos adminisztrációs lépések lennének. Ha ezt inline függvény alakítjuk, akkor ez minden függvényhívás helyén így ilyen átalakításokat fog szenvedni, tehát ezek nem lesznek függvényhívás alakúak. Tehát ha több függvény, többször is meghívjuk ezt a függvényt, akkor ez mindegyik függvényhívásnál ugyanez az átalakítás fog végrehajtásra kerülni. Tehát az inline függvények azok ilyen helyben kifejtett függvények, nem meghívásra kerül a függvény, hanem itt helybe beszúródik magának a függvénynek a törzse, és ennek kapcsán ugye gyorsul a programunk. Nyilván logikusnak tűnik az a gondolat, hogyha a függvénytörzs az hosszú, tehát sok utasításból áll, további függvényeket hívunk, ciklus utasítások is vannak benne, akkor az, hogy ezt az egész komplett függvénytörzset beszúrjuk erre a bizonyos helyre, akkor már nem biztos, hogy ez a nyereség ez már összeadódik. Először is, hogyha a függvény, ha eleve ha sok utasításból áll, akkor valószínűleg lassú is a végrehajtása, vagy relatíve lassú. Tehát ilyenkor egy ilyen kis plusz időkésés, ami az adminisztrációval jár, amit a függvényhívás okoz, hogy el kell ide ugorni és át kell adni a paramétereket, illetve a visszatérés, az már nem biztos, hogy jelentős időtöblet, mert egyébként is lassan számolódik ki a függvény. Másrészt meg egy hosszú törzsű függvényt, hogyha beszúr erre a helyre, és a fordító program meg az újabb másik függvényhívás helyére is beszúr, akkor viszont ez már jelentősen megnövelheti az exe hosszát. Ugye gondoljuk meg, hogy ezt az APSZ függvény 18 helyen hívjuk meg itt a programunk szövegébe, és mind a 18 helyre beszúródik a komplett függvénytörzs, ami több tucat utasításból áll, akkor hát ez 18-szor beszúrva, ez már valószínűleg már jelentős mértékben növelni meg az exe hosszát. Tehát ezt az inline függvényeket, ezeket akkor használjuk, hogyha pici, gyors, apró függvényeket írunk, mint amilyen általában a makrók szoktak lenni. Ezeket használhatjuk inline függvények formájában, a hosszabbakat nem javasolt. Szintén muszáj megjegyezni azt, hogy ez az inline szócska itt a függvény elején, ez mindössze egy kérés a fordító program felé, hogy amennyiben van rá lehetőség, akkor próbálja meg ezeket a függvényhívásokat ilyen formában kezelni, tehát hogy beszúrni oda a függvény törzsét. Azt tudomásul kell vennünk, hogy ez csak egy kérés, tehát ha a fordító program úgy dönt, hogy hát ő ezzel viszont nem ért egyet, ő ennek ellenére itt függvényhívás alakot fog használni, akkor hát ezt nekünk kell tudomásul vennünk viszont. Tehát a kérésünket a fordító program nem biztos, hogy teljesíti. Mi ezt különösebben nem vesszük észre, hogy teljesítette a kérésünket vagy sem, hiszen ez a kód, amit mi ide írtunk, ez így is úgy is működni fog. Ha a fordító program egyetért a kérésünkkel, akkor itt egyébként olyan kódot generál, hogy itt a maga a függvény törzse van beszúrva. Ha meg nem, akkor hát ugróutasítást fog generálni, és visszatérő kódot fog generálni a függvény végére. A program működését ez elvileg nem szabad, hogy befolyásolja semmilyen formában. Újabb megjegyzés az inline függvényekkel kapcsolatban. Írunk egy másik inline függvényt, illetve írunk egy sima függvényt, legyen ez a faktor című függvény. Ez kap egy számot paraméterként, ennek a számnak a faktorát kell kiszámolni. Ugye három faktort, azt úgy kell kiszámolni, hogy egyszer, kétszer, három. Ezt a következő képen fogjuk most jelen esetben kiszámolni, hogyha az n az nagyobb, mint egy, akkor az n faktort azt úgy kell kiszámolni, hogy n szorozva n-1 faktorral. Ellenkező esetben, hogyha az n nem lenne nagyobb, mint 1, akkor valószínűleg n egyenlő 1, 1-nek a faktora meg egyébként 1, tehát ez a kis kód, ez ki tudja számolni bármilyen számnak a faktorát. 3 faktort, azt úgy kell kiszámolni, hogy 3-szor 2 faktor. Ugye a 2 faktort meg úgy kell kiszámolni, hogy 2-szor 1 faktor, 1 faktort meg úgy kell kiszámolni, hogy az 1. Jó, ez egy rekurzív függvény egyébként, amit itt felírtam, mert a függvény
saját magát hívja a kiszámítás során. Hát az ilyen jellegű függvényeket nem lehet inline függvényé alakítani, még akkor sem, hogyha ennek egyébként a függvénytörzse aránylag rövidnek és gyorsnak tűnik. Ugyanis, hogyha egy függvény saját magát hívja, akkor hát itt elvileg itt is egy függvényhívása van, egy inline függvényre vonatkozóan, most az mellékes, hogy saját magát hívja. Ezt viszont nem tudja teljesíteni a fordítóprogram garantáltan, hiszen nem tudja, hogy ehelyett ide hányszor kell beszúrni a faktor függvény kódját, ugye az attól függ, hogy az N értéke éppen mennyi. Tehát az ilyen jellegű rekurzív függvényeket hiába kérjük mi, hogy inline formában valósítsa meg, ezt a kérésünket a fordítóprogram garantáltan nem fogja teljesíteni, mert rekurzív függvény nem lehet inline alakú, érthető oknál fogva egyébként.